Köszöntöm kedves nézőinket, Őseink Hagyatéka című műsorunkat láthatják, és a mai műsornak a címe a tavaszi nagy szervíz, hiszen egy esztendő előtt állunk, egy nyári szezon előtt állunk, és hát már olyan furcsán is kezdődik, hiszen ugye február végén volt április eleje, március elején volt április vége, és most március végén és április elején pedig volt február vége, úgyhogy nagyon érdekes időszak van, rengeteg fronthatás. Hát a vitamin tartalékoknak a jó része az kiürült, és hát ahogyan egy gépkocsit is, mielőtt egy nagyobb útra indulunk, eleve ugye időszakosan is szoktuk szervizeltetni, és hát természetesen mielőtt egy nagyobb útra nekiindul az ember, akkor is leszervizeli. És hát én azt gondolom, hogy, és az a tapasztalatom is, figyelve a kedves embereket, akik hozzám fordulnak, és ahogy egy barátom szokta mondani, hogy akik már többet nyaraltak, és ugye van élettapasztalatuk, és elég következetesek, hogy a következményekre gondoljanak, ők már előre gondolkodnak. És ők tavasszal, ősszel, tehát a szezon elején, a szezon előtt és a szezon után, ugye a kerti munkák, a jövésmenés, a nagy melegek, stb. Ez mind megviseli a szervezetet. Eleve a tél is a hideggel, a hidegfrontokkal, az eső, hó, stb. Bár most az idei hónál a hólapátolás miatt kevés embernek fájdult meg a dereka, de legalább láttunk havat. Most már ennek is örülni kell. Egy tény, hogy szüksége van a szervezetnek a karbantartásra, és azért hála a jó Istennek, hogy egyre többen kezdenek el kertészkedni, egyre többen jutottak el arra a szintre, hogy nem kényszerből, hanem értelemből kezdik el művelni a kertjüket, hogy valóban tudják, hogy mi az, amit fogyasztanak, hogy mi az, amit megesznek. Tehát sajnos rájöttünk az elmúlt 10-20 év alatt itt az óriási multibizniszbe, hogy az ilyen téli paradicsomok, meg paprikák, meg gyümölcsök, meg mindenfélék, amik Isten tudja, illetve hát tudjuk, de jobb, ha nem tudjuk, hogy hol és hogyan jönnek létre, hogy azok messze-messze elmaradnak, mind minőségében, tartalmában, meg végképp attól, amit mi saját magunk tudunk termelni a kis kertecskénkbe, akinek van erre lehetősége. De hát akinek nincs, annak is jön a nyár, annak is volt tél, és bizony-bizony azért a vitamin tartalékok ilyenkor eléggé kiürülnek a szervezetből, az ember sokkal fáradékonyabbá válik, sokkal nehezebben viseli a terheléseket, fáradékonyabb, kicsit ingerlékenyebb, a hangulat is ingadozik. Ezek mind-mind jelzések a szervezet számáról. Van, amikor csak kicsit megpöcögtetik az embert, van, amikor pedig már szinte egy pofont kap a szervezetről, hogy tessék rám figyelni, hiszen nem véletlenül jelzek. És igen, erre föl lehet készíteni részben a szervezetet. Nyilván nem tudunk mindenre felkészülni, de vannak nagyon alapdolgok, és semmi más nem kell csinálni, csak azt, amit a déd és a nagyszüleink csináltak. Tehát ennyire roppant egyszerű dolgunk van, bármennyire is a mai világ azt sugallja, hogy jaj, a régiek azok nem tudtak semmit, hát ők nem értettek az internethez, nem volt iPadjük, nem volt okostelefonjuk, hát ezért voltak olyan nyugodtak, és ezért éltek olyan békében, és ezért tudtak örülni minden apró dolognak, és megbecsülni azt, ami van. Mert nem egy gomnyomásom múlt, hogy legyen még egy, és nem utalták nekik a pénzt, hanem mindenért megdolgoztak, a nagy részét ők maguk készítették el a dolgaiknak, és ezért teljesen más értékrenddel élték az életüket, ezért a legapróbb dolgoknak is, amit meg tudtak csinálni, tudtak örülni. Ma pedig az ember szinte ugye a saját anyagi korlátjaitól függen bármihez hozzájuthat, de kérdés, hogy leli-e benne az örömét. Úgyhogy nem csak fizikailag, de lelkileg is fontos, hogy egy kicsit készüljünk a szezonra, hogy igen, tudjunk annak örülni. Sokan megkérdezik tőlünk, hogy hát Tibor, hát miért nem valami más csináltok ahelyett, hogy művelitek a kertet, hát most az a
nem tudom, 50 kiló vagy 100 kiló paradicsom, krumpli, stb. Földi eper, hogy hát azt meg lehet venni, és hát, hát azért egy, hogy a gyermekeim lássák, hogy ez hogyan működik, már a legkisebb 21 hónapos kisfiam is műveli velem a kertet, mindenben segít, ha akarjuk, hanem ő ott van és csinálja velünk, ebben nő föl. A nagyobbak is tudják már, hogy hogy működik, ez számomra sokkal nagyobb érték, mint hogyha akár egy tonnát vennék bármiből is. A másik, hogy az az eper lekvár, amit a kis feleségem főz, már amit meghagynak a gyerekek az eperből a szedés során, olyat nem tudunk venni sehol. Se olyan epret, nincs meg az az élmény, ahogyan mi azt szedjük a gyerekekkel, és hát ugye alig tudok beszélgetni velük, mert mindig van valami a szájukban, alig tudnak válaszolni. Ugyanígy, akár egy lecsó, és bármi. És a másik az, hogy, hogy mi abszolút semmilyen vegyszert nem használunk. Sajnos ilyet már tényleg nagyon kevés helyen lehet kapni, mert ugyan nagyon sokan mondják, de hát aki tényleg nem használ, és evett igazi házi termésű zöldségeket, gyümölcsöket, az nagyon jól tudja, amikor ránéz a piacon, és az, aki azt mondja, hogy termelő, és hogy semmi ilyesmit nem használ, és látjuk nála, hogy, hogy nem sok köze van a valóban termelőihez, meg azt is látjuk, hogy a másik 21 ős termelőnél, aki reggeltől estig kín van a piacon, és nem tudom, hogy mikor kapál, vagy mikor műveli a földet, valószínű éjszaka fejlámpával, hogy mindegyiknél ugyanaz a házi és termelői burgonya van, és tudjuk jól, hogy, hogy ez nem így néz ki. Na, tehát a visszatérve a nagy szervizre, ugye először induljunk el fizikai síkon, nagyon fontos a terhelhetőséghez a vasnak a pótlása. Ilyenkor nagyon-nagyon nagy segítséget tud nyújtani a sóska, nagyon magas, kiemelkedően magas vastartalma van, és a régiek is ilyenkor ették, hiszen ennek van a szezonja. Ugyanígy a fejes saláta, ha lehet, akkor ne spanyol import, hanem hazai. Valóban amennyire lehet termelőtől, de olyan egyszerűen megnő, még a balkonládába is a saláta, és nagyon gyorsan, roppant rövid idő alatt, nagyon jó, kiváló vaspótló. A sóska az egy fokkal mindenképpen jobb, mert egyrészt magasabb a vastartalma, és azért még több ásványi anyag van benne. Ott van benne a nagyon-nagyon fontos antioxidáns, a C-vitamin, ami nekünk nagyon-nagyon jó hatással van a szervezetünkre, illetve hát indul a spenót szezon, de aki nem szereti a spenótot, az érdemes neki mindenképpen megpróbálni a parajt, hát hogyha esetleg azt jobban szeretné, én ugyanis így jártam, én mindig csak azt hallottam gyermekkoromban, hogy a spenót nem jó, a spenót nem jó, így meg sem kóstoltam, mert hittem, hogy tényleg nem jó, és aztán egyszer egyik helyen vendégségben voltam, és mondták, hogy megkóstolom a paraj főzeléket, hát van, aki szereti, van, aki nem, mondom, én minden főzeléket szeretek, megkóstolom. Megkóstoltam, és mondtam, hogy hát nagyon finom, és mondták, hogy kevesen szeretik a spenótot, mondom, azt én se, és akkor mondták, hogy de Tibor, hát ez ugyanaz, úgyhogy ezt szégyen, vagy nem szégyen, de ez a valóság, hogy én később tudtam meg, úgyhogy csak próbáljuk meg, ami nagyon fontos, hogy ugye hajlamosak vagyunk úgy készíteni, a magyar ember az ugye mindenből a legjobbat akarja kihozni, meg jó, erősre, tartalmasra akarja csinálni, de ezeknek a tavaszi étkeknek pont az a lényege, hogy ásványanyag és vitamintartalom legyen. Amit ebbe szeretnék mondani, hogyha csinálunk például egy parajfőzeléket, akkor nem muszáj azt mindenképpen sok tejjel vagy tejfölösen behabarni, hanem lehet sűríteni például rizslisztel is. Ugyanazt a hatást fogjuk elérni, viszont a tejtermék nem fogja megterhelni sem a vastagbelünket, sem bezárni az epe kaput. Tehát sokkal könnyebben fogjuk emészteni. És ilyenkor, bár nagyon sokan, hála Istennek, egyre többen tartják a húsvét előtti böjtöt, vagy legalább a húsmentes étrendet, de érdemes ilyenkor még tavasszal egy héten legalább 3-4 napot, ahogyan a régiek,
tartani akár tésztanapot, de mindenképpen olyan napokat, amikor húsmentesen étkezünk. Én nem akarom azt mondani, hogy mindenki legyen vegetáriánus, nincs is erről szó, de tény, én visszaemlékszem gyerekkorunkban, hogy hétvégén volt húsfogyasztás. És az mindenkinek nagyon jó volt. Sőt, visszaemlékszek a dédnagyapámra, hogy ő vagy pénteken, vagy hétfőn mindig böjtölt. Mert hétvégén húst fogyasztottunk, ugye csirkét, vagy kacsát, vagy télen ugye a sertésből származó húst fogyasztottuk. És vagy előtte, vagy utána egy nappal tartott egy böjtöt, hogy az emésztő rendszerének könnyebb legyen. Gondoljunk csak bele, ő még nem találkozott dietetikussal, hanem azt csinálta, amit az ő nagyszüleitől látott, és tapasztalat alapján, mivel látta, hogy működik, ő maga is folytatta, és én is ezt láttam tőle, hogy tökéletesen működik. Tehát sóska, paraj, fejes saláta, már a kertben is van. Hónapos retek, azt szeretném felhívni a figyelmüket a kedves nézőknek, akinek nincs a kertjében, hanem vásárol, és esetleg veszi a fáradtságot, és piacon vásárol. És hogyha megnézés nem ugyanolyan színű madzaggal van minden termelőnél a retek összekötve, akkor már vélhető, hogy tényleg termelői, mert amikor mindegyikinél kék színű szalaggal van, és az a spanyol felirat van, akkor az nem termelői, hanem a nagybani piacról van. Persze azt is termelte valaki, csak nem mindegy, hogy milyen ipari körülmények között. Hogy ne az ilyen hatalmas nagy retkeket válasszuk, amiben nincs semmi, nagyon jól néz ki, de ne a szemünkkel legyük. Egész évben sem, de tavasszal meg főleg nem, mert akkor tényleg azért kívánjuk a zöldségeket, a gyümölcsöket, mert a szervezetünk szó szerint ki van éhezve rá, de hát hogyha ki van éhezve rá, akkor azt adjuk, amit kíván, ne azt, amit a szemünk megkíván, az becsap minket. Ma már tényleg igaz a mondás, hogy semmi nem az, aminek látszik. És hát ugye már most tömkelegével lehet kapni mindenhol epret. De hát még a szabadföldi eper az most fog, illetve most virágzik. Ahol egy kicsit melegebb van délebben, most virágzik. Még ez pár hét, amire ebből eper lesz. Tudom, hogy az ember meglátja, és rögtön eszébe jut az epernek az íze, de higgyük el, hogy ez csak az eszünkben van. Az íze az nem az, a tartalma végképp nem. Ezeknek a nagy része Spanyolországból érkezik, annyi-annyi vegyszerrel kezelve, hogy ne romoljon meg útközben, agyon van, ez már nem nemesítve van, hanem manipulálva van a genetikája, ez hatással van a mi szervezetünkre is. Én szerintem, hogy ha más kibírja, akkor mi is kibírjuk, hogy még várunk két hetet, és valóban hazait, valóban termelőit, vagy pedig a saját kertünkből fogyasztjuk. Nálunk fiúgyermekek vannak, apjukra ütöttek, nem igazán türelmesek, add meg uram, de már is, de ők is meg tudják várni, én nem hiszem el, hogy más ne tudná megvárni. Érdemes, tehát a minőséget ne adjuk oda soha, szerintem, a mennyiségért, hiszen a magyar név az kötelez minket. A magyarság az mindig egy minőséget képviselt. Talán van még alma, ugye ilyenkor nem csak a szervezetet kell takarítani, hanem én emlékszek, hogy ilyenkor a spejzba, a kamrába, a pincébe nagy rendrakás volt, tyúkólag, disznólag, kimeszelve, rendbe rakva, és amikor a pincébe ilyen nagy takarítás volt, akkor ugye ilyenkor hát átválogattuk a krumplit, és a kisebb krumplikat, ami nagyon sok szem volt, vagy hajtás volt, azt elvágtuk annyi felé, ahány szem volt, és elvetettük, és tökéletesen kihajtott, és tökéletes burgonya volt alatta, nyilván erre nem mindenkinek van lehetőség, de az almát is átvárogattuk, ami még a pincében volt, hogy semmi sem menjen kárba, és ami meghibásodott, beteg volt, de még volt használható rész, azt kivágtuk, és almaecet készült belőle, ha csak nem isteni finom almás kalács. Tehát mindig mindent meghasználtunk, a többi pedig ment, vagy hát ma már úgy mondjuk, hogy a komposztra, de akkor a trágyadomra, vagy pedig a jószágoknak, hogy azok el tudják ezeket fogyasztani egészségesen. Most van, a napokban kezdődik a galagonya virágzás. Érdemes, akinek van a családjában szív vagy koszorúér
betegség, vagy érbetegséggel küzd ember, akkor érdemes most gyűjteni a virágos hajtását. Kérem szépen, hogy ne az út mentén, a porral és mindenfélével szennyezett, és ne a mezőgazdasági föld mentén, mert ott már még most kezd zsendülni a természet, de már van, ahol 2-3-szor permeteztek, hanem az erdőben, vagy az erdő szélén, de mindenképpen olyan helyen, ahol sem gépkocsi, sűrű gépkocsi közlekedés nincs, és nincs vegyszerezés, ez nagyon fontos. A galagúnyának a virágzatát az első két levelével, jó? Tehát úgy szoktuk gyűjteni, megszárítjuk, és utána szépen eltesszük egy fénytől védett zárt helyre. Ez lehet akár egy sötét színű üveg is, vagy csak egyszerűen papírba tekerjük a dunsztos üveget, amiben elrakjuk, és ebből kiváló tea van, amit érdemes időnként fogyasztani. Szintén most a hatalmas nyomelem tartalommal bír a csalán, amiből egyébként nagyon finom főzeléket és levest is lehet készíteni, nem csíp, nem kell tőle aggódni, tehát ahogy forró víz éri, elveszíti ezt a hatását, és nagyon-nagyon-nagyon magas vastartalommal bír, de egy héten egyszer fogyasztandó ilyen mennyiségben, mert azért erősen tudja mind a vizeletet is hajtani, és elég egy héten egyszer, hogy ha eszünk ilyen ételt, ha pedig nem, akkor szintén érdemes most leszedni a csalánt, és szépen lassan megszárítani, és eltenni, és akkor egészében lehet iszogatni a levelét, bár én, amíg van zöld csalán, akkor mindig frissen zölden fogyasztom belőle a teát, hogyha iszunk ilyen teát, és a szárítottat csak akkor veszük elő, hogyha nincs szárítva. Most még mindig tart a medvehagyma szezon, egy szenzációs immunrendszer erősítő, nagyon magas antioxidáns tartalmú. Arra figyeljünk, hogy a virágzatát és a virágzó, bimbózó szárát ne szedjük le. A levele az, ha megmarad, mi ismerünk olyan helyeket Baranyában, Vértesben, ahol még május elején is, május közepén is lehet találni medvehagyma leveleket, ezt nyugodtan lehet fogyasztani, csak arra figyeljünk, hogy semmi mással ne keverjük össze, bár nagyon nehéz összekeverni, hiszen annyira jellegzetes fokhagyma illata van, hogy aki nem veszítette el a szaglását, akkor azt azért nagyon nehéz összekeverni. A mohóság szokott a mérgezéshez vezetni, és nem a medvehagyma mérgezi meg az embert, hanem amikor nem úgy szedi valaki, mint ahogy mi a gyerekeinket tanítjuk, hogy minden bokorról csak egy vagy két levelet, hanem marokkal szedik az embereket, mert sok van, akkor sok kell. Én hiszem is vallom, és így is élünk, hogy annyit szedünk le minden gyógynövényből, amennyire szükségünk van, amennyit el tudunk fogyasztani, és nem annyit, amennyi van. Ez nagyon fontos. És hogyha nem marokkal szedjük, akkor ha egyenként szedjük a leveleket, lehet, hogy szaporátlanabb, de több időt töltünk magunkkal, mert magunkért tesszük, és ez nagyon fontos. Akkor biztos, hogy nem fog belekerülni más növény, és biztos, hogy nem fog belekerülni a bimbózó vagy virágzó szára. És akkor nincs lehetőség a mérgezésre. Akik esetleg epe problémákkal küzdenek és szeretik a kihívásokat, akkor most lehet a pittyblank szárát szedni. Most virágzik a gyermekláncfű, és még egy jó pár hétig, és aki bírja, az érdemes, van, aki joghurtba, van, aki üdítőbe keveri. Olyat is láttam, aki meg tud tenni magába, én próbáltam, nekem ez nem ment. A pittypangnak a szárát nagyon-nagyon jó cukorbetegségre, és nagyon jó epehajtó hatása van, de tényleg olyan keserű, mint az epe, úgyhogy csak akik bírják a kihívásokat, de érdemes megpróbálni, az tény, hogy nagyon jó hatással van az epére és az emésztőrendszerre, de az is tény, hogy erre figyelni kell. Aki szereti a fekete nadálytőnek a csodálatos hatását, csak külsőleg szoktuk használni, de még ilyenkor gyűjthető, egész nyáron gyűjthető a gyökere, a fekete nadálytő gyökér, de tudni kell, hogy január
és április közepe között a legmagasabb a hatóanyag tartalma, és aztán ahogy tellik a nyár, egyre nagyobb a növény, és a gyökérnek egyre kisebb a hatóanyag tartalma. Tehát aki szeretne esetleg ebből krémet csinálni, vagy lereszeli, és jó magyar pálinkába nem sajnálja beletenni, akkor avval, hogyha ízületi sérülés történik, zúzódás, húzódás, evel be tudja kenni ezeket a felületeket, és a házi patikában ez nem romlik meg, lereszel vagy gyökér, ez egy kiváló segítség tud lenni, nagyon jó fájdalomcsillapító hatása van. Rengeteg minden van a Jóisten patikájában, ami tud nekünk segíteni, amire érdemes figyelni. Ugye élne az eperszezon, amiről éppen az előbb beszéltem, és hála Istennek egyre többen készítenek maguknak lekvárt. De hogyha ez nincs agyoncukrozva, ha ez nem zseléfixel készül, most ugye ez a legmodernebb dolog, sosem felejtem el, egyik évben nekünk a csirkék azok gondoskodtak róla, hogy ne legyen elég eprünk a lekvárhoz, de mégis szerettünk volna, és egy ismerőstől, aki állította, hogy termelői az eper, tőle hoztunk, és hogy álltam sorba, akkor ott mondták, hogy ki milyen zseléfixet és zselősítőt használ a lekvárhoz, hogy minél hamarabb kész legyen, és kérdezték, hogy mi miért használunk, mondtam, hogy mi semmi ilyet nem használunk, mert akkor nem kell epret venni, hanem megveszem a bolti lekvárt, mert az ugyanígy készül. Mondom, mi azért veszünk termelői epret, és azért főzzük mi magunk a lekvárt, mert jobbat akarunk enni, mint amit a boltba kapunk. De mondom, van, aki azért áll sorba, és azért főzicskézik, hogy ugyanolyat csinálja, mint amit a boltba kap. Hatalmas csend lett az ötségesnél, és egy-két ember utána mondta, hogy ő sem fog beletenni. Tehát fruktózzal, gyümölcscukorral kiválóan elkészíthető az eper, hogyha esetleg nem elég édes, mert előfordul, hogy főleg, hogyha az ember otthon szed, hogy nem mindegyik egyszerre érik olyan édesre, de kiváló minőségű készíthető, tény, hogy több időt kell vele foglalkozni. Tehát ezt a családunkért tesszük, és nem minden nap kell a lekvárfőző fazék mellett állni több órát, hanem csak egy vagy két napot egy esztendőbe. És hogyha ennyit nem ér meg a családunkért, ennyi időt nem tudunk rászentelni, akkor igazából nem a lekvárral van a baj. Fontos, hogy minél több időt szenteljünk saját magunkra és a családunkra. És hogyha valamire szükség van, akkor ne tőle vegyük el, hanem nekik adjuk, és sokkal többet kapunk tőlük vissza, és ami nagyon-nagyon fontos, a Teremtő Istentől. Mert mindig minden jóra fordított, jó dologra szentelt idő, az emel és segít minket. És ezáltal mi is még több embernek tudunk segíteni, és még több embert tudunk emelni. Ha már itt tartunk a tavaszi nagy szerviznél, és valaki szeretne még most esetleg méregteleníteni, akkor arra kiváló például a citromfű és csalán levélből készült zöldtel, tehát frissen beletenni egy 6-8 citromfű levelet, ugyanennyi csalán levelet, szintén 6-8 darabot egy fél liter, 7 deciliter vízbe, két levél bors vagy fodormentát, amikor fölforrt a víz, ezt beledobjuk, és lefedjük, hagyjuk párolódni, és ezt megiszogatjuk. A következő nap a borsmenta helyett teszünk bele egy zsájalevelet, orvosi zsájalevelet, ugyanígy készítjük, és ezt így egész nap megiszogatjuk, aztán következő nap megint borsmenta, és ezt egy hétig csináljuk, és nagyon jó méregtelenítő hatása van, van egy enyhe vizelethajtó hatása van, nyugtató hatása van a citromfűnek köszönhetően, a szervezet számára kicsit segíti az alvást és csökkenti a frontérzékenységet, ami ilyenkor tavasszal, ugye áprilisban, a szelek havában azért elég gyakran történik, egyik front követi a másikat, és egy kicsit ez tud segíteni nekünk átvészelni ezt az időszakot. És nagyon fontos, hogy minél több zöldséget fogyasszunk, minél több magyar termelőit, itt a spenót, a paraj, a sóska,
a medvehagyma, és következik a spárga szezon, ami szintén egy nagyon-nagyon fergeteges jó hatással van az emberi szervezet számára, és nagyon sokféleképpen elkészíthető, és ez itt mind megterem nálunk Magyarországon, a magyart fogyasszuk. Az ilyen salátákban kiváló például a nemesített pitypang levél, itt senki nem tudja szerintem, hogy miről beszélek, de hogyha azt mondom, hogy rukkola, akkor igen. És hogyha megnézzük, ugyanaz a formájú levél, ugyanaz, csak a nemes formája rukkola a pitypangnak. Úgyhogy az is kiváló, hogyha salátába fogyasztjuk, és hogyha lehet, akkor a salátára ne joghurtos öntetet tegyük, csak egyszerűen esetleg egy pár csepp olívaolaj, vagy egy pár csepp finom almaecet, vagy valamilyen magyar gyümölcsecet, bármilyen, csak egy pár cseppet rá, és elfogyasztjuk magába. Ez egy kiváló vitaminbomba, nagyon gyorsan meg tudja emészteni a szervezetünk, és nagyon-nagyon jó hatással van, és szó szerint vérré válik bennünk, hiszen óriási vastartalommal bír. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, dicsőség az őseinknek, szép és gazdag jövőt az utódainknak.